A hegyvidéken is folyamatosan növekszik az autók száma, ami együtt jár a parkolási gondok fokozódásával. A Böszörményi úton élőknek például nem csak napközben, de este is gyakran hosszú percekig kell körözniük, mire meg tudnak állni, és akkor is sokszor csak a lakásuktól távol találnak parkolóhelyet. A helyzet megoldása érdekében a legutóbbi képviselőtestületi ülésen módosították a parkolási rendeletet. Ennek célja, hogy a 2022. szeptember 1-e után használatba vett új lakások után ne lehessen kiadni kedvezményes lakossági várakozási hozzájárulást. Az önkormányzat ugyanis a most épülő lakások esetében előírja, hogy a házban biztosítsanak parkolóhelyet a lakók számára. Magyarán az új lakások, ahol az építési törvény előírja a parkolóhely létesítését, azok, akik ilyen új lakásba költöznek, ne kapjanak kedvezményes parkolási lehetőséget itt a parkolási zónában. Lesznek kedvesek beállni a törvény által előírt parkolójukba. Többen beszámoltak arról, hogy gyakran előfordul az, hogy ugyan előírja az építési szabályzat a parkoló vagy garázs megépítését, de kedvezményes, sőt ingyenes parkolási lehetőséggel élve a közterületen állnak ezek az autók, a parkoló, a garázsokat pedig bérbe adják. A parkolási rendelet módosítása a díjtételeket is érinti. Eszerint az önkormányzat kezdeményezi a fővárosnál, hogy a jelenleg 440 forintos parkolási óradíjat emeljék 550 forintra. Úgy tűnik, hogy ez a 440 forint parkolási díj, órás parkolási díj nem elég visszatartó ahhoz, hogy hát többen megfontolják, hogy inkább közösségi közlekedéssel, tömegközlekedéssel jöjjenek ide a belvárosi részbe, és ne egyéni közlekedéssel. Ezért az itt lakók érdekében a parkolási díjat javasoljuk emelni. A parkolási változásokkal kapcsolatos előterjesztést egyhangulag támogatták a képviselők. Az ülésen emellett az önkormányzati lakbérrendelet módosításáról is döntöttek. A költségelvű és a piaci lakbérek esetében 10%-os emelést javasolnak. Ezt alapvetően két szempontot mérlegelve határoztuk meg. Az egyik az az, hogy nyilván nőnek a kiadások, a szolgáltatások inflációjának a mértékét megnéztük, ez hozzávetőleg ezt a százalékot takarja. A másik szempont viszont mindig, amit az önkormányzatnak mérlegelni kell, hogy a bérlők teherviselő képessége is alkalmazkodjon az általunk előírt fizetési kötelezettségek, és ennek megfelelően javasoljuk ezt a 10%-os emelést megállapítani. A szociális lakbérek összegét utoljára 2013-ban módosították, és ezek most sem változnak.